de most a vége nem beragad, most várulja nekünk a... Hát ha ez így lesz, hogy korlátlanul jöhet be, és semmilyen szabályozás nem lesz, az előbb már elmondtam, akkor egy nagyon nagy versenyhátrányba kerülünk, nem akarom ismételni, mert gondolom az benne lesz az előbbi anyagban. Tehát gyakorlatilag megrengetheti szó szerint a mezőgazdaságnak az alapköveit, hisz a gabonatermesztés ugye az egyik legfőbb téma az országban. Már tavaly november vége, december közepén látható volt, hogy az árak tetőztek, és egy más jellegű piaci helyzet alakul ki. Azok a termelők, azok a gazdák, vagy azok a felvásárlók is, vagy akár integrátor szervezetek, akik tavaly ősszel magas áron megvették a terményeiket, tovább spekuláltak arra, hogy majd még följebb fognak menni az árak, na ezek a gazdák kerültek most komolyan nehéz helyzetbe. Украинският внос промени ситуацията, тъй като те са готови да продават на всяка цена, а тяхната себестойност е много по-ниска от нашата. Като пример, Европа наложи последните години много задължителни мита и акцизи върху препаратите, с които обработваме, за да пазим околната среда. Тези мерки не влияят в Украина, няма такива мерки. Примерно, един тотален хербицид преди излизаше 3-4 лева на декар, в момента излиза 11-12 лева.